Néhány szegedi diák úgy döntött, podcastet indít, ahol kibeszélheti a fiatalkor minden nehézségét. Béna oktatásügyi döntések, ellentmondásos elvárások, szorongató vizsgák és azok a bizonyos Zoom órák. Hátsó pad. Itt nincs kikapcsolt mikrofon. Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Kovács Gábor vagyok, és ez itt a Hátsó pad, az Adom Diák Mozgalom szegedi szervezetének mostantól rendszeresen jelentkező oktatásügyi podcastjének a legelső epizódja. Itt szó lesz suliról, tanulásról, fiatalkori nehézségekről és mindenről, ami bennünket érint. Mai témák, szavazzanak-e a diákok, miért 18 éves kortól kezdődik a választójog. És akkor át is adnám a szót mai vendégeinknek, akikkel egy gyors bemutatkozással kezdünk. Sziasztok, végre Jós vagyok, jelenleg az STM politikatudomány szakán tanulok, és 20 éves vagyok. Sziasztok, Csendes Zsófi vagyok, és az STM politikatudományokon tanulok, én is 19 éves vagyok. Hello, én Varga Előd vagyok, szintén politológus hallgató Lalával és Zsófival, 19 éves. Sziasztok, Szőke Levente vagyok, 19 éves STM GTK hallgató. Mai témánk a szavazati jog és a korhatár kapcsolata, hogy legyen-e korábban, később esetleg, vagy éppen kössük-e végzettséghez. Először is beszéljünk arról, hogy mennyire reális az, hogy 18 éves kortól lehet szavazni. Ti mit gondoltok erről? Ideális ez így? Tehát én ott kezdeném a dolgot, hogy amikor megállapítjuk, hogy egy társadalomba kinek legyen szavazati joga, akkor alapvetően két elvet kell figyelembe vennünk. Az egyik az, hogy minél kompetensebb, minél képzettebb és minél felelősségtudóbb egy állampolgár, annál jobb politikai döntéseket fog hozni. A másik az pedig az, hogy a társadalom a bizonyos rétegeit képviselve legyenek, és szavazati joguk legyen, az önmagában azért jó, mert így, hát kvázi csúnyán fogalmazva, megvásárolhatóvá teszi a szavazatukat. Ez azt jelenti egy életszerűtlen, de nagyon szemléletes példával, hogyha csak a Dunántúli polgárok szavazhatnának, akkor a közpénzeknek egy nagyon aránytalanul magas része a Dunántúlra folyna be, mivel minden politikai erő őket szeretné megvásárolni magának. És a keleti területek pedig nem lennének megfelelően képviselve. Na most ez a két elv az, ami egymással szembe hat. Ezeket kell megvizsgálni, amikor el akarjuk dönteni azt, hogy egy két általános iskolával rendelkező bárki, aki mondjuk táncot akar meg zárcsökkentést, az szavazhasson-e. És nekem az alapvető problémám, miért van az, hogy valaki 40 évesen úgy, hogy írni, olvasni nem tud, szavazhat, még valaki 9. osztályban, meg hát nem. Szerintem ez így nagyon aránytalan. Azzal az álláspontod, a testmetében egyetértek, hogy egy kompetensebb, tanultabb ember valószínűleg jobb döntést fog hozni. Azonban ott is megfigyelhető az, hogy valaki lehet elfogult valamilyen politikai irányjal kapcsolatban. Szóval lehet, hogy egy Nobel-díjas emberről beszélünk, de ha ő jobb oldalának született, és haláláig jobb oldali, akkor lehet, hogy hiába van logikusabb és észszerűbb döntés a másik oldalon, akkor is jobb oldali lesz. Persze ez abszolút megfigyelhető, de azért szerintem az arányokat, hogyha nézzük, akkor tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy miről beszélünk most itt. Most, ha például csak azok szavazhatnának, akiknek van legalább két diplomájuk, akkor mennyire lenne átütő egy migránsozós, megsorosozós kampány szerinted? Érted, amit mondok? Persze. Egyet is értek el, igen. Csak hogy vannak, ugye, tehát megfigyelte az is, hogy vannak elfogult emberek. Persze, vannak, csak éppen ez kevésbé probléma. Igen. Szerintem az a probléma, hogy ez, hogy aki műveltebb és tanultabb, az jobb politikai döntést fog hozni, ez nem egy ilyen történelemben, egy ilyen olyan igazság, ami minden egy korszakban igaz volt. Tehát ha visszamegyünk akár a 18-19. Században mondjuk a Amerikába, akkor a feketék nagyon műveletlenek voltak, és a feketék azok műveletlenek voltak sokkal durvábban, mint a fehérek, és a fehérek műveletlenek voltak, és a fehérek nagyobb százalékban akarták azt, hogy legyenek rabszolgáik, mert pont az, hogy a fehéreknek is volt ebből előnyük ebből a rendszerből. Úgy meg lehet vásolni egy gazdag embernek is, meg egy tanult embernek is, meg egy felsőbb osztályra levő embernek is a szavazatát, mint egy szegényebb osztályra levő embernek. Csak mondjuk, ha visszatérünk most Magyarországra, mondjuk egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben levő embernek mondjuk a közmunkával lehet megvásárolni a szavazatát, és mondjuk egy középosztálybeli embernek mondjuk pedig azzal, hogy a családi támogatást kap, és lehet új autót venni, és egyéb ilyen középosztály szolgáltatók, és ezek az emberek is ők kiállítják a szavazatokat, és lehetnek, hogy elfogultak a
a PhD-sek is lehetnek, hogyha éppen kutat. Tehát ez nem feltétlenül igaz, ha valaki műveltebb, nem az, hogy minden művelt embernek igaza van, hanem statisztikailag, hogy a műveltebb emberek feltétlenül jobban döntenek politikában átlagosan. Én igazából még annyit hozzászólnék, az is egyet tudok érteni, amit Levente mondott, mert a legfelsőbb réteget is meg lehet az adókulcsok bevásárolni. Szóval, hogyha egy, hát nem, mondjuk az oligarra erre nem jó példa, de mondjuk egy tényleg egy befolyásos üzletember, akinek milliárdjai vannak, az lehet, hogy arra az emberre fog szavazni, aki egy kedvezőbb adórendszert ad neki, és kevesebb pénzt kell beszolgáltatni. Sőt, hát ezen a ponton valószínűleg ő még meggyőzi az alkalmazottjait is, hogy hova szavazzanak. Tehát, hogy látunk erre már példákat, hogy akár vallási, akár üzleti csoportosulásoknál azért a alatta lévő embereket erősen befolyásolni próbálták mindig, hogy az közös érdek címszóval meg legyen a szavazás. Igen, igen, meg hát Indiában ugye a tömbszavazások jelen vannak, jobban, például Indiában, tehát ezt mondjuk Magyarországon is el tudnám képzelni, hogy egy politikai, valamilyen politikai szereplőnek gyakorlatilag megvásárolod a véleményét, és akkor elég sok fannyát gyakorlatilag be tudnád vonni a szavazótáborodba. De ugyebár az egész demokráciának az a lényege alapvetően, hogy mindenkinek megvásárolható lesz a szavazata. Tehát ez a demokráciának a alapelve. Gyakorlatilag. Igen, és akkor nem mondjuk azt, hogy bizonyos, mondjuk kevésbé művelt emberek ne szavazzanak, mert akkor a kevésbé művelt emberekre, mint ahogy a példádban mondtuk, ugye a Nyugat-Magyarország, a Kelet-Magyarország, akkor a kevésbé művelt embereknek az érdekeit kevésbé fogják képviselni a nagyobb pártok. Nyilván ennek van benne egy ilyen kommunikációs része is, hogy nem feltétlenül, ugye ez nem a valós érdek, hanem mindig a vélt érdek, amit a politikai marketing és kommunikációban kell felsorolni. Igen, csak ugye. Tehát ez mind szép és jó, mindenkinek kéne hangoztatni a véleményét és egyenlő szavazatot értékelni. Viszont ugye a probléma abban áll, hogy míg egy tanult embert valami ordinári fassággal nem fogsz átverni, addig a zárcsökkentéses csávót azt bármit mondhatsz neki, és ő el fogja hinni nagy eséllyel. Hogyha megvan a megfelelő körítésed, őt full át tudod verni a propagandával, még egy két diplomás közgazdász nem fogod tudni azt mondani, hogy 8 kulcsos adórendszer lesz, mert tudja jó, hogy ez fizikai képtelenség. Míg a tanulatlan, akár félanalfabéta, alkoholista, lezüllött embert igenis át tudod venni, és két felesért el fog menni szavazni rád, és a 8 kulcsos adórendszer ígéretére. Szerintem mind a két érvben van egy elég erős logika. Tehát én mind a kettőt meg tudom érteni. Azt is, hogy mindenkit képviseltetni kellene, meg azt is, hogy azok szavazzanak, akik kompetensek valamennyire. De az, amikor a kettőt egyszerre alkalmazzuk következetlenül, az már szerintem, annak már szerintem nincs helye. Azt én nem látom, hogy az hol jó. És kinek. Én azt gondolom, hogy ha az iskolásoknak is mondjuk, az középiskolás korosztálynak is lenne szavazati joga, az pont azért lenne jó, mert az ő érdekeiknek a képviselete is erőteljesebben megjelenhetne a politikában. Szerintem valamilyen szintű kor küszöbnek kell lennie, és jelenleg Magyarországon ez a legtöbb esetben a 18 éves kor, amit mi azt mondjuk, hogy felnőtt, és az a baj, hogy talán az alkalmasság se lenne a legrosszabb dolog, de az alkalmasság annyira egy szubjektív fogalom, és annyira egy... Az iskolázottság viszont nem az. Az iskolázottság nem az, de nem is működik az iskolázottság. Az hogy valaki lehet, hogy valószínű kevésbé racionális döntés hoz, de azt nem azt jelenti, hogy irracionális döntés fog hozni akár a saját érdeke szemszögéből. Tehát attól még, hogy statisztikailag valószínű, lehet fölfelelni, tehát akkor miért nem mondjuk azt, hogy akkor lehetnek csak a gimnazisták, lehetnek azok, akik matematikából 80% fölötti érettségit írtak, aztán legyenek azok, akik van BSC-ük és MSC-ük, és valószínűleg egyre följebb mész, annál okosabb és alkalmasabb. Jó, de te akkor most mit akarsz pontosan? Tehát maradjon meg a 18-as korhatár, és a műveltségi cenzussal? A műveltségi cenzussal az a bajom, hogy ez egy nem egy effektív dolog, tehát az nem az alkalmasság. De akkor következetlen vagy. Hogyha azért, mert a műveltségi cenzust azt nem akarod, a korcenzust viszont akarod. Miközben mind a kettő pontosan ugyanazon a logikán alapul. A korcenzusnak léteznie kell, mert óvodások nem szavazhatnak. Tehát valamilyen határnál meg kell ezt a gondolat, de se azt akarod, hogy három évesek szavazzanak. Igen. És ugye nem azt akarod, hogy három évesek szavazzanak ezért... Akkor úgy mondom, hogy a szavazati korhatárt azt te nem vinnéd le. Én nem vinném le, mert... Azért nem vinnéd le, mert úgy gondolod, egy 14 éves gyerek kevésbé kompetens, mint egy 18 éves. Alapvetően igen, hogyha minden... De viszont egy osztállyal rendelkező munkás ember, az nem probléma, hogy kevésbé kompetens, mint egy két diplomával rendelkező közgazdász. Inkább azzal a probléma, hogy mondom, ezt
muszáj valamilyen határt meghúzni ennek. Jó, de akkor miért nem egységesen húzod meg azt a két határt? Tehát miért nem hozhatod ezt a kettőt szinkronba, hogy logikus legyen? Ezen a ponton, ha már a határok húzgálásánál beszélünk, ugye alsó határról beszélünk, de miért nincs akkor ezen az elven felső határ? Biológiai tény, hogy az idős ember szenilissé válik, és döntésileg alkalmatlanabbá. Nyilván ez orvosilag mérhető, hogy mikortól, de miért nem lehet akkor ugyanezen az elven kiindulva egy felső határt is lőni, mert nem vagyok benne biztos, hogy 103 évesen én pont olyan reális döntéseket tudok hozni, és pont annyira nem leszek befolyásolható, mint 26 évesen. Azért azt is látni kéne szerintem, hogy most nem egy ilyen tökéletes alkotmányt akarunk megkonstruálni, hanem van egy, tehát hány 103 éves ember van a társadalmunkban, és hány 15 éves? És melyik problémának van vajon nagyobb súlya? Igen, most nyilván, de nem feltétlenül most csak 103-tól, tehát azért mondjuk persze, 80-nál értem. Is be lehet lőni, vagy 70-nél, tehát hogy talán úgy, az túlzás. Ugye most jelenleg úgy néz ki, hogy a diákságnak csak egy nagyon szűk réteget tud szavazni, meg 18 év felett, meg az egyetemisták. Ezzel szemben ugyanaz az elven a nyugdíjas réteget is meg lehetne vágni egy kornál, ugyanezen az elven, mert a diákság is meg van vágva ilyen ponton. Tehát ezen az elven kiindulva simán le lehetne húzni korábbra is, vagy akár el is lehetne törölni, mert nem vagyok benne biztos, hogy egy 90 pluszos szenelis, akár Alzheimer-kóros, vagy skizofrén idős, bármivel is felelősség teljesebb döntést tud hozni, mint egy 6 éves. Azt nem tudom, hogy az ilyen mentes betegségben van, mondjuk olyan kategóriában nem lehetnek szavazni, ezt nem tudom. Ha bírósági döntés van arról, hogy nem beszámítható, csak akkor igen, nem. Akkor nem szavazhatsz. De amúgy meg igen. És teszem azt, hogyha nincs diagnosztizálva, mert mondjuk vidéken lakik, és még az olyan rossz az egészségügy, hogy még csak fel se tűnt a házi orvosnak, aki havonta 2 napot rendelőt, akkor igenis ott van az, hogy skizofrénen tud szavazni. Akkor miben rosszabb, mint egy 6-7 éves gyerek? Pont ugyanolyan befolyásolható. És te ez mire akarsz kiukadni? Tehát mit támogatod? Igazából én a jelen rendszer logikátlanságára próbáltam ezzel ugye rávilágítani. Ezen az elven felfelé is lehetne határt húzni, vagy le lehetne nullázni a határt. Tehát, hogy nem következetes a rendszer, mint nagyon sok minden másban sem. Szerintem itt arról van szó, hogy az, hogy valaki kompetens, az sok dologtól függ. És nem tehát a kompetencia nem is függ diplomától sem, meg semmitől. Lehet, hogy van korreláció közte, meg a korpuszit is van korreláció, meg ilyesmi, de és az a baj, hogy szerintem csak a kornál bírjuk ezt objektíven meghatározni. Tehát, hogy egy tesztet nem bírunk kiadni emberekkel, hogy ő mire felelősség teljes döntés hozni, azt viszont meg bírjuk csinálni, hogy megnézzük a személyigazolványát, kivonjuk a mostani dátumból, és 18-nál többet kapunk, akkor mi felelős ember. Ezt tesszük a legtöbb esetben, jogosítvány körül is, mondjuk 17 és fél valami, ebben nem pont 18, ezt tesszük a jogi dolgoknál, pénzügyi dolgoknál, ilyesmi dolgoknál, és 18 évesen tekintünk rád, úgy, mint felnőtt, akkor minden más is lelkére, mint 14 éves, az alkoholt, a cigaretta vásárlás, meg az ilyesmi dolgok is lelkére. Ennyi erővel vannak olyan 10 évesek, akik hát intelligensebbek nálam, mert hát tény, hogy vannak. Igen, vannak, igen. Ilyen zsenik. És hát vannak olyan, nem tudom, két osztályt végzett munkás emberek, vagy nem munkás emberek, akik meg szintén intelligensebbek nálam, és felelősségteljesebben tudnak szavazni. Talán találunk 4-5 az országban, nem tudom. Igen, de pont szóval most azért azt nem tagadhatod le, hogy van egy nagyon erős korreláció a két dolog le, között. Csak azt mondom, hogy a korba valamilyen határt meg kell húzni. És igen, ez jó lenne. Valamilyen határt nyilván meg kell húzni. Konzisztens lenne, és ha mondjuk 18 évesen gondoljuk azt, felnőtt vagy, legtöbb esetben, hogyha cigaretta fogyasztásról, alkoholfogyasztásról, pénzügyi jogi dolgokról van szó, jogi dolgokban nem feltétlen minden esetben, akkor szerintem jó lenne, hogyha ez viszonylag egységes lenne, és hogyha azt mondjuk, hogy mivel azt nem bírjuk eldönteni valakiről, hogy kompetens egy teszttel, nincs ilyen teszt, akkor, és mivel valamilyen határ szabnunk kell, a legegyszerűbb és legobjektívebb az, hogyha ez egy életkor határ, ami ebben az esetben 18, de éppen ez akár úgy, tehát most ezzel lehetne éppen 17 is, vagy 16 is akár, tehát ez most ez kicsit van szóval, de akkor azt gondolom, hogy ennek konzisztensnek kell lenni, és hogyha azt mondjuk életkor alapját, az életkor valamilyen szintű kompetenciának tekintjük, akkor ennek a mindenféle fajta másik jogi intézményükkel együtt összhangba kéne lennie, és akkor cigarettát venni, alkoholt venni, egyéb ilyen dolgokat, és akkor 16 éves kortól felnőtt vagy szavazhatsz. De ha már a valószínűségekről beszélünk,
akkor minek van nagyobb valószínűsége? Annak, hogy egy 40 éves ember egy osztállyal, vagy két osztállyal felelősségteljes döntést fog hozni, vagy annak, hogy egy tizen akárhány éves diák 9-10-11 osztállyal felelősségteljes döntést fog hozni. De miért nem arról beszélünk? Tehát az életkor esetében is valószínűségekről beszélsz, Levente? Mert ez a kormány részre egy feltételezés, hogy 18 évesen felelős döntést tudsz hozni. Vagy éppen és a kormány... Igen. Kormánytól függően. Igen, igen, és ezzel meg az a baj, tehát, hogyha most mi lenne, hogyha mondjuk a felső osztály éppen mondjuk a rabszolgaságot támogatná, mint ahogy mondjuk a 16. században az európai felső osztálynak nagy része mondjuk... Jó, és mi lenne, hogyha a 40 és 50 éves kor közötti korosztály a rabszolgaságot támogatná? Igen, de akkor... Tehát most akkor van egy ilyen, van mondom, erre egy lehetőség, hogy mondom, ők ezt támogatni fogják. Hogy ez nem történet, hogy ez nem mindig... Viszont hát történetesen nem a mindig. Déli határkerítést az pont, hogy támogatják. Tehát most akkor miről beszélünk, Levente? Arról beszélünk, hogy te most éppen neked hasznos lenne, hogyha fiatal lenne a szavazati kormány. Nem nekem lenne hasznos. Hát, az a fiataloknak lenne hasznos, és az oktatási rendszernek lenne hasznos. Tehát azt kijelenthetjük, hogy a diákság nagyon kis százaléka szavazóképes, tehát ebből adódóan a diákság véleménye nagyon rosszul van reprezentálva a szavazásokon. A másik szempont, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy melyik korosztályt milyen szempont akarja befolyásolni a kormány. Mert például a személyes tapasztalat az, hogy az én középiskolámban bejött az alpolgármester, és elmondta az ő kis propagandáját arról, hogy mi történik, és mi zajlik, és hogy szerint ez jó. Ilyen szempontból rengeteg 18 év alatti diák volt befolyásolva. Oké, hogy nem mindenki veszi fel, de lehet, hogy egy 9-es könnyebben fel fogja venni, mondjuk egy 11-es. Ez már nyilván az a kategória, amikor ezt úgy konkrétan börtönnel büntetném az igazgatót is, aki beengedte az alpolgármestert, nemhogy az alpolgármestert, és egy életre eltiltanám mind a gyerekektől, mind a politikai pályától, mind a kettőt. Hogyha már van egy törvény, hogy 18 év alatt itt nem befolyásolhatsz politikailag, akkor... Tehát innentől kezdve, hogyha most eltörlenénk a 18-at, és bevezetnénk 13-ra, akkor már e befolyásság ott igen, is... Igen, mint ahogy most a krumpli osztással befolyásolják van, a tehát, szavazókat. Mindegyik korosztályt már próbálják. Tehát ez nem érv. Azt gondolom, a szavazati korhatár megtartása mellett. Igen, csak abba belegondolom, hogy hogy a krumpli osztással az idősebbeket érintjük, addig abba bele kell gondolnunk, hogy a fiatalok a médiafogyasztással együtt kapnak befolyásoltságot, hogy lehet, hogy sajnos valamelyik 17-8 éves gyerek, vagy nem tudom, hát idősebb, aki meg tényleg okos, és papíron is okos, az lehet, hogy olyan médiákat fogyaszt, ami nem jó, és ugyanúgy befolyásolt. És ugyanúgy oké, hogy okos, és intelligens lehet, de lehet, hogy valamiért a média... Na jó, de a médiának ez a funkciója. Tehát mindenki más is a társadalmunkban a média által befolyásolódik. Hát és ezért hoztuk létre a médiát. Tehát, a kérdés az, hogy akár már korábbi ismereti tanulmány alapján mennyire bírálja felül, amit első körben lát. Van-e benne az a szándék, hogy ha most a Indexen ezt írták, akkor megnézem az Origón, meg a HVG-n, meg a Telexen is, tehát, hogy megnézze más véleményű médiumokat is ugyanarról a témáról, itt ez a kérdés, és nyilván Mr. Zárcsökkentés nem fogja megtenni ezt, ha egyáltalán életében nyitott ki újságot. Szerintem elfelejtkeztünk azért, hogy nem csak egy oldalon, nem csak az van rendes politikai esetben, meg rendes pártok esetén, hogy az egyik oldal nyomja a dolgait, hanem ez a pártok feladat, hogy embereket győzzön meg. És a Fidesz ebben sokkal effektívebb mostanában, aki van üzenete, az ellenzéknek sajnos nagyon nincs üzenete, tehát azért már nem olyan üzenete, nem az, hogy akkor most valóságosan jobbá tenni az országot a migránshozással, de én mondjuk lehet nem bírnék különbséget mondani, pedig én azért eléggé követem a politikát, mondjuk a DK, az MSZP, és mondjuk az Együtt, és az ilyesmi pártok között nem bírnék. Az Együtt már nem létezik. Nem is létezik már, akkor... Egy ideje. Hát akkor csak ennyire... Ja. Vagy mondjuk a Párbeszéd. Vagy a Párbeszéd abból. Csak ennyire van erős identitásuk nyilván. És az a baj, hogy jelenleg ez egy politikai harcok volt a mindenféle. Tehát mindenféle emberhez eljuthat az ellenzék ugyanúgy, meg a mindenféle fajta politikai, a progresszív politikai szintek is eljuthatnak ugyanúgy a kevésbé művelt emberek, csak most nem jutnak el, mert nem tudom, nem végzik az emberek a megfelelő munkát vidéken, nincs nem jutnak el a vidékre. Csak nem mindegy, hogy ez befolyásolás milyen módon történik, mert történhet etikailag normális módon és okés módon, meg történhet úgy, hogy bejön az iskolába egy iskolai eseményre, ahol tudják, hogy ott lesz 500 vagy 600 diák, akik befolyásolhatóak. Hát jó, azért a politikába belevinni az etikát az mindig kérdéses, jó. Hogy mennyire teheti meg azt egy politikai szereplő,
hogy ebbe beleálljon. Ugyanúgy, mint ahogy a cégeket mondjuk szíthatjuk azért, mert nem veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat, csak hát, hogyha meg figyelembe vennék, akkor profitkiesést kellene realizálniuk, és valószínűleg idővel csődbe mennének. A politikában pedig pontosan ugyanez a helyzet. Hát meg ugye szerintem ebben a vitában teljesen jelentéktelen, hogy most erőse az ellenzék, vagy életképtelen. Itt konkrétan most akármilyen pártra beszélünk, a politikus a médiában ígéreteket próbál eladni neked. Tök mindegy, hogy most mennyire a realitás alapja, ő megpróbálja eladni. Az meg a te felelősséget, hogy mérlegelt, hogy egyáltalán lehetséges-e, amit ígér. Mert nem tudom, melyik drága ellenzéki pártunknak a programjában volt 18-ban 14. havi nyugdíj, ami mind tudjuk, hogy mennyire irreális. Ilyenek voltak ilyenek, hogy euróvezetésen, meg ilyesmi, de... Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy te, mint magánember, mennyire tudod mérlegelni az ő ígéretét. Mert mindegyik el fogja mondani az ígéretét, az most nyilván egyedi sajtóhelyzet, hogy itthon egy ellenzéki párnak mennyire erős a sajtó megjelenése, de ugyanúgy elmondható kormányról is, az is tesz meredek ígéreteket időnként. Mindegyik tesz ígéreteket, de itt a szavazatot a szavazatot ígérettel veszik meg. A kérdés az, hogy te el tudod-e dönteni, hogy melyik ígéret reális. Igen, és bárki, bármelyik politikai erő is van hatalmon, annak nem lesz, nem kap teljesen szabad kezet. Tehát azt gondolom, hogyha most egy normálisabb politikai erő kerülne hatalomra, annak is igenis jót tenne az, hogyha a diákság megfelelően képviselve lenne. Tehát még hogyha meg is van az a szándék, hogy mondjuk több pénzt toljanak be az oktatásba, akkor is előállhat egy olyan helyzet, illetve hát előáll valószínűleg egy olyan helyzet, hogy azt a pénzt, amit te az oktatásba ölöd bele, azt te mondjuk nem a politikailag sokkal fontosabb nyugdíjba ölöd bele, amivel nyugdíjas szavazatokat vásárolhatnál, szemben a hát iskolásoknak a nem létező szavazataival. Tehát ez azt gondolom, hogy ez kormányfüggetlen dolog. Ez elvi alapon működik. Pontosan ugyanaz a helyzet itt is, mint a cégek és a környezetvédelem esetében. Amúgy nem félsz attól, hogy akkor 14 évesek nem bírnak rendesen dönteni? Vagy hát mármint, hogy itt erről szólt. De igen, de abszolút félek ettől. De van két választásunk. Vagy az, hogy hagyjuk így a életkornak az életkori cenzust, viszont akkor növeljük a műveltségi cenzust, vagy pedig hagyjuk így a műveltségi cenzust, és akkor viszont csökkentsük az életkori cenzust. Tehát ez mind a kettő, azt gondolom, hogy egy jól érvelhető álláspont. De az a katyvasz, ami jelenleg van, az viszont nem az. Mert az mind a két elvet követi egyszerre, és nagyon következetlenül. A műveltségi cenzust azt miért csak, miért ne pont általános iskolánál húznám? Miért nem érettséginél, vagy érettségi történet? Nem mondtam ilyet, hogy hol húznám meg. Akkor emlékeim szerint. Tehát, mert én úgy tűnt, hogy az általános iskolát. Szerintem ez az a probléma. Én eleve inkább a életkori cenzusnak a csökkentését támogatnám. Nem gondolom, hogy nem vagyok annyira biztos a dolgomban ebben a kérdésben, hogy kimerjem jelenteni azt, hogy a másik út az biztos, hogy nem járható, hogyha növeljük a műveltségi cenzust, mert mind a kettőben látom a logikát. Én sokkal demokratikusabbnak tartom az előbbi lehetőséget, őszintén. De az, hogy meg most pontosan hol húzgáljuk meg a határokat, az meg már azt gondolom, hogy egy részletkérdés, tehát nem hiszem, hogy most ebbe kéne belemenni és belekötni. Azon a ponton, hogy a kormány 16 éves korra tette a tankötelezettséget, akkor 16 évesen, te mondhatod azt, hogy felnőtt ember vagyok, elmegyek dolgozni, akkor ezen az elven akár 16-ra is lehetne tenni a szavazati jogot. Vagy esetleg egy másik alternatíva, amivel mind a két dolog megtörténik, amit mondtál, mind a műveltségi cenzus megy felfele, és a korhatár megy lefele, az pedig az, hogy érettségihez kötjük, de az előrehozott érettségi számít. Tehát nem a teljes érettségihez kötjük, hanem ha már te meg tudtál csinálni egy darab érettségi tárgyat, amit akár 10-es korodban 15-6 évesen megtette, akkor lehet ez szavazati jogot. Tehát ilyen elven is lehetne kötni magát a szavazati jogot. Érettségi azért elég durva azért, tehát az már nem tudom, az osztag házszakra érettségi, de ott már azért aki szakmában is... Vagy most ezzel párhuzamba lehet hozni a sima szakmai vizsgát, ami feltételezem, én gimnáziumban jártam, nincs rálátásom, nyilván annak is megvan a maga nehézsége, tudásanyaga, azt is el lehetne ugyanezen az elvrendszeren fogadni, az se 18 éves korodban teljesített, mert ha csak simán szakmára mész, az 3 év.
azt akár 16-7 évesen befejezheted. Én még arra reflektálnék, hogy például akkor, hogyha tankötelezettséget is behozzuk a témába, hogy akkor lehetne az, hogy marad a 18 éves korhatár, viszont akkor felemeljük a tankötelezettséget 18-ra, és akkor már van egy olyan mértékű szűrés, már mondjuk műveltségileg is. Mert akkor nem. Én a tankötelezettség felhúzásával, tehát én a tankötelezettség csökkentésével alapvetően egyetértek, de szerintem ebben most nem menjünk bele, mert az egy nagyon hosszú és egy másik vita lesz. És az nem zavar téged előtt amúgy, hogy akkor 14 évesen szavazhatsz mondjuk, de akkor mondjuk nem fogyasztasz alkoholt és cigaret. Engem személy szerint őszintén zavart 14 évesen, ha már itt tartunk. Igen, személy, de hogy nyilván az a kérdés, hogy akkor most felvetettek mindig szerintem, az szerintem te abba szocializálódtál, hogy ez a két dolog együtt jár be. Nem tudom, hogy ez miért tekinted ezt ennyire törvényszerűnek őszintén. Mert azt mondjuk, hogy valamilyen korhatár szerint, hogy meg kell szabni valamilyen korhatár, mindenki meg akar valamilyen korhatár szabni, hogy ettől a ponttól te is meg akarsz szabni valamilyen korhatár, ettől a ponttól tekintjük felelősség teljes embernek. Hogy ezt a határ, ez relatív lesz és hülyeség lesz, mert nyilván a 17 éves és 300 napos az mennyivel lesz niveltebb vízével 70 nap a később, sem mennyivel szinte, de valahol meg kell húzni ezt a határt nyilvánvalóan. De én akkor azt mondom, hogy ha meghúzzuk ezt a határt, vagy akár éppenség, ami lehetne 16 évesen is meghúzni, de akkor ennek logikusan következnek én ebből, hogy akkor te felnőtt ember vagy, felnőtt emberekkel jár a kötességgel és jogokkal. Nem, ezzel nem feltétlenül értek egyet így ebbe a formába, őszintén. Tehát nem gondolom, hogy azok, akik... Tehát egy politikai pártra szavaznak, azok ne vessenek mondjuk sört. Tehát, hogy... Most ezen az elven több országban van a kétlépcsős teljes jogkör megkapása, ugye 18 és 21 éves kor. Tehát, hogy például van olyan ország, ahol 18 évesen már szavazhatsz, és 21 évesen pedig vehetsz egy sört. Tehát ugyanezen az elven itt is ketté lehet választani, és vannak olyan dolgok, amit, tehát hogy mit tudom én, igen, lehet egy erős véleményed és döntést is tudsz hozni, de még egy függőséget például rosszabbul tudsz kezelni, teszem azt az alkoholt, hogyha már ezt a példát hoztad fel. És nyilván ezért van ketté választva, tehát ezen az elven nem érzem problémának azt, hogy mondjuk 16 évesen menjen el szavazni, de egy üveg vodkát majd csak 18 évesen vegyen meg. Hát szerintem meg lehet azt, nyilván meg lehet csinálni, tehát nyilván azt meg lehet csinálni, hogy 10 évesen lehessen alkoholt venni, meg 18 évesen szavazni, tehát ezt is meg lehet csinálni, tehát bármit meg lehet csinálni jogilag. Az a kérdés, hogy ez mennyire helyes és mennyire konzisztens a többi törvényünkkel együtt, és szerintem, mivel Amerikában most 18 éves korban emelsz háborúzni, meg kimehetsz Irakból előhetnek, de még sört megihatsz. És ez is érdekes szerintem, tehát hogyha azt mondjuk már valamire, hogy szerintem jelenleg egy dolgot tekintünk, egy dolgot nézünk kompetencia szempontjából, ez a kor, akkor az a kompetencia az összes többi dolgot terjedjen ki, amit felnőtt korhoz kötjük. Azért a politikai érdekérvényesítés szerintem egy kicsit más téma, mint az, hogy ki mikor ihat alkoholt. Az alkoholt eltekintünk, akkor arra is gondolhatunk, hogy például hivatalos iratokat csak 18 éves korunk után vehetünk át. Annak se látom értelmét, hogy 17 és fél évesen, amikor csináltam éppen a diákomat, akkor anyukámnak miért kell oknania, hogy ő is aláírjönek papírt, hogyha én is teljesen felelősség, teljesen át tudnám. Hát, megkívülhet, hogy most azt mondanak, hogy 14 éves kortól lehet diákigazolni, hogy csináltok mi mondjuk magadtól, nem tudom pontosan mi a szabály, de hogyha mondjuk nem lehet, akkor 14 éves kortól lehetne egyedül okmányt csináltani az okmányjogába, akkor meg az lenne a baj, hogy 13 évesen, és holnap van a szünnap, akkor miért nem csináltam meg. Tehát valamilyen ilyen hülye határ mindig lesz a korhatárnál, amikor egy-két nap is fog számítani, és kell lennie ilyen határnak. Az a kérdés, hogy mikor. Kell lennie, de én... Mi alapján húzzuk meg ezt a... Őszintén nem értem, hogy miért pont te beszélsz konzisztenciáról, amikor már nyolcadjára mondom el, hogy fér az össze, hogy te 17 évesen nem szavazhatsz. A kor szerint meg kell szabni, mert csecsemők nem szavazhatnak. Igen, meg kell szabni, de egy nagyon-nagyon rossz helyen van most jelenleg megszabva. Lehet, akkor úgy mondom, hogy egy nagyon-nagyon inkonzisztens az a mód, ahogy most meg van szabva. A műveltség és a korcenzus. A műveltségét nem kell megszabni szerintem, a kort mindenféleképpen meg kell szabni, csecsemők nem vehetnek. De ugyanaz az elv a kettő mögött. Ugyanaz a dolog, hogy csecsemők nem vehetnek el szavazni, meg az, hogy... De egyébként... Az elv, ami mögötte van, az teljesen ugyanaz. Az, hogy egy hétosztály végzett mondjuk felnőtt, az nem mehet. Tehát ez ugyanaz, amikor... Tehát valamilyen módon meg kell szabni azt, kor szerint, ezt objektíven megéljük szabni, és ez kötelező, ez muszáj. Az, hogy most 8 általános, vagy nem tudom mi az akarod kötni éppenséggel, máshoz igazából nem lehet, mert ilyen tesztet nem tudunk csinálni, ami eldönteni, hogy te képes vagy a szavazást
teljesítés. Igen, ezért használnánk az iskolai végzettséget nyilván. De most hol logikus az, hogy egy analfabéta elmehet szavazni, te meg 16 évesen egy gimnáziumban nem. Tehát miért? Analfabéta, mert nyilván alapvetően kevesebb az analfabéta, nyilván elég kis százalék az országnak analfabéta, remélem, és megint az, hogy... Persze, egy nagyon kis százaléka, viszont funkcionális analfabétából meg már hát jóval több funkcionális. Ja persze, akkor az országban 20%-ára beszélünk, tehát akkor az országban 20%-ra beszélünk. Tehát most itt már vagy üljön le és tanuljon és tegyen le egy adott végzettséget. Már hogyha van rá lehetősége, mert azért... Nyilván, de ugye most az önkormányzatoknál lehetett csinálni érettségit és szakmát is, tehát hogy az a végzettséghez való oktatás most nem, hogy ingyen volt, hanem még a képzés alatt... Azért Magyarországon nagyon rossz a egyenlőoktatás. Inkább a szándék kellene, hogy legyen. Tehát, hogyha megvan a szándék, azért így 2020-on nagyon sok lehetőség van arra, hogy tanuljon az ember. És arra, hogy... És igenis megteltem azt, hogy én most nekülök a könyveknek, megtanulok tök mindegy, hogy mit legyen az emelt szinten a matematikát, megtanulom, és elmegyek, és megcsinálom az emelt szintű érettségit, és gyakorlatilag a fazomnál fogva megteltem ezt, mert már nem kérik a felkészítő tanácsa hozzá. Tehát, hogy bárki megteheti azt, hogy tanuljon. Elméletileg persze bárki megteheti. Gyakorlatilag, ha leszületsz egy cigányputriba a 8 másik gyerek mellé, akkor nem fogod megtenni. Vagy hát nagyon kicsi rá az esély. Egyébként... Döntés kérdése, tehát... Nem feltétlenül. Illetve igen, döntés kérdése is lehet, viszont a döntésed van szociálisan meghatározva, a döntésednek a valószínűsége. A valószínűsége és nem a konkrét döntés, mert... De azért ez pont ugyanaz az elmond. De azért ezt ne tagadjuk már le, hogy aki a döngölt padlóra születik, az rosszabb esélyekkel indul az életben. Tehát... Persze, hogy rosszabb esélyekkel indul, de attól függetlenül igenis, ő is tehet ellene. És most ez egy sarkos példa szerintem a döngölt padló. Egy Magyarországon gyakori példa, alkoholista szülők gyerekeként nem vagy kötelezve arra, hogy alkoholista legyél, ebbe szocializálódtál, ezt láttad követendő példának, két hányás között anyád apád megverhetett, és eltanulhattad ugyanezt a modellt, de lehet, hogy te leszel a legnagyobb antialkoholista. Tehát, hogyha látsz egy példát, amit nem feltétlenül jó példa, és ha azt látod, hogy a szüleid tanulatlan buták, és nem értik azt, amit hallanak, neked az lehet egy olyan példa, amit te nem akarsz követni. Igen, és mitől függ az, hogy te követni fogod, vagy nem fogod? Mondjuk a lelki erődtől, meg a motivációtól, meg ehhez hasonló dolgoktól. És mitől függ a lelki erőd és a motivációd? Hát egyrészt a genetikától, amiről ugyebár te nem tehetsz, másrészt pedig a tégedért környezeti hatásokról, amiről te pedig hát szintén nem tehetsz. Itt jön képbe az oktatás. Ott kéne azt a plusz hatást behozni. Itt ezt most arra mondtam, hogy ha tényleg okozatilag a legmélyére visszaásunk a dolognak, akkor te valójában nem tehetsz arról, hogy te most történetesen kiszabadultál a mély szegénységből, vagy pedig a társaid 99%-ával ott maradtál. Én jól azt mondjuk azt a példát, hogy bizonyos emberek, mondjuk tegyük fel, hogy mindenki az életben szinte futóversenyt fut, vannak emberek, akinek 100 méter kell futni, van akinek 200-at, mert nagyon rossz helyzet, és van akinek 500-at, van akinek húszni kell, van, aki 10 évvel kocsival visznek a 100 méteren. Van, akinek hegynek fölfelé kell futni. Igen, tehát csomó, igen. Ezek az akadályok vannak, meg lehet csinálni, tehát lehet ilyen példákat felhozni mindenféle dologra, nyilván ez kevésbé lesz valószínű, az a lényeg, hogy ezeket a körülményeket nyilván így van, és nem tudom, egyenlőtlenséget csökkenteni kéne, nyilvánvalóan. Jó, akkor erre mondok egy másik érvelést, ami lehet jobban átadjam, gondolok. Ha neked valami fontos, azért teszel. Ha bevezetik azt, hogy érettségihez kötött, vagy szakmához kötött a szavazati jog, és neked fontos az, hogy elmenj szavazni, és nem egy zsák krumpliért mész el szavazni 4 évente, vagy egy jó kampányigéretért, hanem neked fontos az, hogy elmenj szavazni, akkor igenis meg fogod tenni azt a plusz erőfeszítést, és teljesíted azt a adott kritériumot. Hogyha te csak a zsák krumpliért, vagy egy buta kampányigéretért mész el 12 évente egyszer, akkor meg le fogod szarni, akkor a te szavazatod messze nem értékes. Semmilyen demokratikus szempontból nem értékes a szavazatod, mert a tiéd a legolcsóbban megvehető szavazat, amit bármilyen meg lehet venni. Gyakorlatilag tényleg az, hogy odaadnak egy zsák krumplit, vagy két felest éppen a szavazó fülke előtt, és megmutatják, hova x-elje felesért. Hogyha neked az a fontos, hogy egy demokratikus szavazáson részt vegyél, és a te álláspontod legyen képviselve azon a választáson, akkor nem fog gondot okozni az, hogy a 8 általánosod meglegyen. Mert nem lehetetlen dolog egy 8 általános megcsinálni, ahogy egy érettségit sem lehetetlen dolog középszinten megcsinálni. Igen, ebben is van igazság. Meg egy MSC is lehetetlen középszinten. MSC is lehetetlen, egy PhD is lehetetlen megcsinálni. Jó, azért egy PhD esetében már sokkal jobban ott van az, hogy milyen háttered van. Egy PhD-hez azért kurva sokat kell tanulni életed során,
a 8 általánoshoz, vagy most csak például szintén, hogyha 8 általánoshoz kötnék, de a 8 általános egy 2-es szintre megcsinálni nem egy nagy elvárás. Nem tudom, hogy, a roma integrációt például, hogy érintené a műveltségi cenzus, mert hát szerintem nyilvánvalóan érintené, ugyebár a romák társadalmi helyzetéből kiindulva. Nyilván és én nem tudom elképzelni, hogy pozitív hatást gyakorolna rá, hogyha ennyire kivennénk a kezükből. Ez amúgy Amerikában ez realitás, tehát igen. Amerikában a republikánus párt azt csinálja, hogy mindenféle fajta módon próbálja az embereket megnézni a szavazásba, hogy Amerikában teljesen más rendszer, nem ilyen nem műveltségi cenzus alapján, hanem jelsőadók alapján, hogy több lappal szavazásod regisztrálni kell, hogy bizonyos okmányokat kell megszerezni, amilyeket amúgy nincsenek meg csomó szegény emberek, és minél több akadályt raknak az emberek elé. Tudják, ez egy adat, ezt lehet kutatni, hogyha minél nehezebb szavaznod, annál inkább az ő bázisuk fog elmenni. És akkor mondjuk, hogyha ez egy olyan rész, ahol mondjuk fekete lakik, vagy ilyesmi, akkor így a feketéket bírják diszkriminálni abból, hogy nem diszkriminálni, de csökkenti a szavazati arányukat ezzel. Hát kvázi diszkriminálni. Igen. Nem hivatalosan, hanem... Egy 8 osztályos általános iskola elvégzése ne legyen már akadály. Igen, de ez úgy, hogy nem tetszik kicsit a logika, tehát, hogy amikor így belemegyünk így ebbe az... alapvetően nem általános ez a jog ebből a szempontból, hogy akkor mennyi lehet ezt mozgatni, tehát akkor most ilyen körül, ilyen követelmény, olyan követelmény, és akkor már nagyon jól lehet mérni, Fidesz nagyon jól tud mérni, le lehet mérni, hogy melyik csoportok jók nekik, és akkor aztán lehet már abban is gondolkozni a pártoknak, hogy hogyan kéne a választási törvényt, a választási jogot úgy csökkenteni, hogy az ő javukra. Ó, igen. A választási jog az így is változik elég gyakran a utóbbi években. Igen, változott, de mondjuk a cenzus nem változott, mondjuk a 30-as években a cenzus változott, meg a dualizmus idején mondjuk a cenzus teljesen máskor direkt arra volt megcsinálva mondjuk a dualizmus idején, hogy a magyar gazdagabb osztályban szavazni. De most nyilván nem a Fidesztől várjuk azt, hogy egy demokratikusabb alkotmányt alkosson nekünk. Tehát ez a kérdés, az egész kérdés, amiről most beszélünk, ez hát leghamarabb egy kormányváltás idején lenne aktuális, és még akkor sem biztosan. Ez inkább egy ilyen alkotmányozó kérdés már. Ez picit ijesztő nekem személyesen, hogy akkor belemegyünk abba, hogy alapvetően a választási törvényt, és az ilyen fajta dolgokat hogy bírjuk manipulálni úgy, hogy a mi pártunknak legyen. De nem úgy, miért úgy manipulálnánk? Vagy most ez egy vád velem szemben, hogy én akarom úgy manipulálni a választási törvényt, hogy én általam preferált. A te véleményedet föl lehet használni arra, hogyha ez a vélemény társadalmi állapot lenne, hogy a politikusok szűkítsék a választójogot, és utána ezt lehet arra használni, hogy a demokrácia. De ez megint csak nem egy különbség a műveltség és az életkori cenzus között. Tehát ilyen alapon mind a kettőt fel lehetne használni. Például most a Fideszt, azt a fiatalabb korosztály kevésbé támogatja. Tehát, hogy most ugyanez az elve, amit elmondtál, hogy befolyásolni szavazatot, bizonyos pártoknak meg pont az a jó, ha minél szélesebb az a választókör, és minél több tanulatlan, műveletlen ember, vagy idős, vagy fiatal, tehát mindig valamelyik korcsoport, illetve műveltségi csoport valamelyik pártnak valószínűleg nagyobb bázist hoz, mint az ellenfelének. Minden szabályozás valakinek jobb és valakinek rosszabb. Igen, viszont fel lehet állítani egy olyan szabályozást, amiben mondjuk nem lehet 4-8 év alatt egy diktatúrába átvinni az országot. Szerintem még minden az lenne a fontos, ami szerintem a fontos különbség a műveltség és a kor között, hogy korba valamilyen szintű korcenzus kell, tehát nem lehetnek mondom, te is akarsz korcenzus, csak te azt mondod, hogy 14 évesen legyen. Én akarok, de ez nem jelenti azt, hogy kell. Miért kéne? Szabályozhatom úgy a dolgokat, hogy nulla évesen elmehessen valaki szavazni. Persze nem fog, de elvileg elmehet. Nem kell ilyet csinálnunk. Úgy értek el, hogy nyilván jogilag meg lehet azt csinálni, hogy egy 3 is felsen alkoholt, nyilván mennyi ez a vizér. Igazából jogilag azon a ponton lehetnél szavazóképes, amikor van személyigazolványod és lakcímkártyád. Igen, csak hogy... Az pedig jelen hatályos törvények alapján 14 éves kor, ha EU-s törvényekbe illeszkednie kell, azok nem tudom most őszintén, hogy néznek. Szerintem személy szerint nekem nagyon furcsa mondom az, hogy bizonyos szempontból felnőtt vagy, bizonyos szempontból nem vagy felnőtt. De akkor maximum amellett érvelhetsz, hogy alkoholt is ihassak 14 évesen. Igen, a te álláspontból az következik, szerintem, hogy alkoholt, az én álláspontból, ami inkább a 18 éves
képest tekintély felelős felnőttnek, abból az következik, hogy akkor minden szempontból választási jog, drogfogyasztás, hát a drogfogyasztás, azt úgy értem, hogy alkohol, meg cigaretta, meg minden ilyen dolgot, nem heroint értettem ez alatt nyilván, és tudom én, jogi eljárások, pénzügyi eljárások, ilyesmik, és akkor szerintem ennek úgy van értelme magába az egész jogszerűen, nem csak a választási rendszerben, hanem az egész jogrendszeren keresztül, hogyha ez általános és egy korban megszabva. Oké, el tudom ismerni, hogy ez egy értelmes felvetés egyébként, de még mindig nem azt gondolom, hogy nekünk a tökéletes alkotmányt kellene most megalkotnunk, hanem csak egy sokkal jobbat. Köszönjük a figyelmeteket! A diákok választójogára az Adom Diák Fórum nevű blogunkon is elindult egy konstruktív vita, kövessétek azt is, egyenlőre a diákparlament.hu felületen, illetve keressetek bennünket a közösségi médiában is. Ha van véleményetek az elhangzottakról, várjuk a hozzászólásaitokat az Adom Diák Fórum Facebook csoportban. A linkeket megtaláljátok az epizód leírásában, az új podcast sorozatról pedig szóljatok minél több ismerősöteknek. Sziasztok!